Még másfél hónap vissza van a zombai motorosok ötlete nyomán megvalósuló országos meghívásos motokosz versenynek, a Dél MX kupának a zombai futamig, ám amolyan rángolódásképpen erre a viadalra Langer József és a település sportági éltetői július 2. szombatján egy meghívásos versenyt hoztak össze Septében a saját pályájukon. Aki múlt hónapban kilátogatott ide Zombára, tehát az láthatta, hogy 130 motoros volt a Magyarországos kupán, és ez augusztus 25-en mi lesz itt a DLMX, az utolsó fordulója az úgy hiszem, hogy ez ilyen 150 főt itt fogjuk harcolni. Erre versenyre is összejöttek Zömmel Tolna megyéből 30-an a különböző géposztályokban. A crossosok kor összetétele igen változatos volt. A legfiatalabb nem volt több 10 évesnél, a legidősebb pedig már az 5. X-ét érte el éppen. Hiába szűntek meg a 2000-es évek elejétől tömegesen a klubok, szakosztályok az egész országban, Dél-Dunántúlon is, ezen belül Tolna megyében is, ez a verseny jelzésértékű volt, a motocross létezik, tovább él. A géposztályok első és másodosztálya mellett, illetve mögött is van élet a motocrossban. Előfordul, mint például a zombai versenyen is, hogy az első osztályú profik is helyjel közel megtalálhatóak a mezőnyben a sok-sok amatőr mellett. Mindenkinek nyitjuk ezt a lehetőséget, csak úgy mond, hogy jobban bevonzódnak ide az amatőrök is, akik később mennek az országos bajnokságra. Vannak itt olyan nevek, például másodosztályban Géringer Ádám, akkor maga én is szeniorban, én második volt a bajnokságban, akkor vannak itt, akik csak ilyen igazívó enduroznak, Ás Tamás, ő másodosztályban megy, Szeder Balázs harmadosztályban megy, ő is itt van egy tolnai versenyző. Hát azért jövögetnek, hogy leszünk itt, de hát most már hamarosan kezdődnek a futamok. Négy kategória motorosai gyűltek össze. A 60 és a 85 köbcentisek együtt indultak, külön indították a szeniorokat, és aztán jöhettek a nagy érdeklődéssel vált 250 és 450 köbcentisek a pályán. Van erdős, fás, egyenes rész bőven a zombai crosspályán, illetve annak mentén. Így bemutatkozhatott az enduro cross is, amire korábban már volt példa Zombán. Zombán már 2010-ben már volt egy országos endurocross bajnokság. Én utána elköltöztem külföldre, egy 3 évig nem voltam itthol, és most így megkezdjük. Én csináltuk, kialakítottuk a régi nyomvonalat, és akkor egy kicsit megint kezdjük ki az endurocross felé kacsingatni. Hiszen most van egy 5 perces pályánk, de ezt ki kell bővíteni 9 percre, mert ez most így 2 hét alatt nem nagyon sikerült. De egy nagyon jó kis pályánk lesz. Motocross hívek, figyelem! Érdemes feljegyezni a naptárba augusztus 25-ét, a Dél MX Kupa zárófordulóját. Mert hogy a mostaninál még több, még erősebb amatőrökkel és kíváncsiságból ideérkező még több profival, konkrétan első osztályúval garantáltan egy jó kis verseny van a láthatáron Zombán.